Jó reggelt kívánok azoknak a nézőinknek is, akik most kapcsolták be a televíziót, vagy most csatlakoztak hozzánk a Start után. Ez már a Start Plus, és Pár Ádám politológus történész a vendégünk, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa, aki három részes sorozatban követte nyomon bizonyos aktuális témák filmes megjelenítését, úgy mint a szélsőségek, a kisebbségek, illetve a terrorizmus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást! Szokatlan elemzői feladat egyébként ez egy politológus. Mert hát ha jól tudom, akkor önnek kifejezetten filmes múltja nincsen. Mi volt a célja ennek a kutatásnak? A célja, hogy kicsit az aktualitásokhoz kapcsolódjak, az volt, hogy a demokratikus kultúrával kapcsolatos filmek reprezentációt bemutassuk, ugyanis Magyarországon nem használta ki eléggé a politika, illetve a társadalom a rendszerváltás óta legalábbis az állampolgári nevelésre a filmeket. Amikor az előtérben olvasgattam, akkor megakadt a szemem Vitány Ivánnak a Mit tegyünk a magyar demokráciáért című elemzésén, ahol felveti azt, hogy a leggyengébben Magyarország a demokratikus magatartásforma elterjesztésében áll. Na most pont ez az, amiben Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban a filmek segítséget tudtak nyújtani. És maguktól, vagy államilag irányítottan? Tehát ez a kormánynak lenne a dolga, vagy magának a szakmának, vagy a valamilyen módon a társadalomnak, hogy a filmeket a demokratikus nevelésre használja? Ez tulajdonképpen a Zayn meg a Zollern klasszikus filozófiai esete, mert nyilván a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban a demokratikus kultúra mélyebb gyökerekkel rendelkezik történelmi okokból fakadóan, tehát ott a társadalom és a filmipar szereplői, azok kezdettől fogva sajátjukének érezték ezt a missziót. Most egy olyan országban, amelynek nem nagyon voltak a történelemben demokratikus gyökerei történelmi okokból, ott nyilván az államnak is kell segítenie, legalábbis felkarolni ezeket a törekvéseket, és ezt hadd mondjam el, hogy e tekintetben van mit tanulni egyébként a szocialista rendszertől, bármennyire is furcsa, bármit gondoljunk róla. Mert propagandafilmeket csinálta? Nem propagandafilmet, hanem az állampolgári nevelésre hangsúlyt helyeztek, tehát a magyar televízió... És propagandafilmeket csinálta? Tehát a magyar televízió évente 200 filmet csinált, és ezeknek a fele, mint tudjuk, gyerekfilm volt, amit azóta sem sikerült abszolválni, és ezek az akkori társadalmi morált igyekeztek formálni, bármit gondoljunk a makropolitikáról. Ez biztos egyébként, hogy mondjuk ha az ember megnézi az amerikai filmeket, akkor láthatóan ott ez hozzátartozik a szakmához és a filmkészítők saját felelősségérzetéhez, hogy valami fontos, pozitív társadalmi üzenetet általában próbálnak átadni. Hogyan nyilvánul ez meg? Mennyiben vizsgálták önök ezt? És mi az, amiben, vagy miből látszik, hogy ez nálunk gyengébb lábakon áll? Igazából ennek a sorozatnak, amit egyébként ketten írunk Szirmák Erikkel, eddig 5 része készült el, és kifejezetten azokkal a témákkal foglalkoztunk, amelyek kényes témának számítanak, akár Magyarországon, akár Európában, tehát például a szélsőségekkel, hogy a szélsőségeket hogyan mutatják be ezek a filmek, hiszen ugye látjuk, hogy Európában ez jelenleg is egy nagy probléma mindenféle extremitásoknak a növekedése. És egyébként megjelenik a filmekben, magyar filmekben is, még egészen a közelmúltban is, de ezek szerint kevésbé, mint voltak máshol? Próbálkozások Magyarországon, ez tény és való, de sokkal kevésbé voltak ezek, sikerültek, mi úgy érezzük. Egyszerűen rosszabb volt a film, vagy másról van szó? Hát én azt gondolom, hogy az amerikai filmesek például minden oldalról körbejárták a fai kérdéseket, problémákat, ez ugye egy eléggé aktuális téma manapság is, és például éppen Szirmák Erik kollégám hívta fel a figyelmemet, hogy egy O.J. Simpson sorozatra, tehát ami az ő életéről, bűncselekményéről készült, hogy hányféle módon bemutatják a fekete meg a fehér társadalmi aktoroknak a konfliktusát. Magyarországon ilyen sokrétű és nyílt filmet például, ha most párhuzamot vonunk,
magyarországi roma társadalomról, annak a belső, külső konfliktusairól nem tudunk mondani. Most az is igaz persze, hogy az amerikai filmgyártás volumene az egy napon nem említhető a magyarral. Önök azt ezt is megnézték, igaz, hogy arányaiban ott több film foglalkozik ezekkel a fontos kérdésekkel, mint nálunk? Nyilvánvaló, hogy a számszerű mennyiség, és ami ettől nem független a pénz, az ugye egészen más, meg persze ne feledkezzünk el, hogy itt egy 10 milliós piacról beszélünk. Hát és Amerikában nem csak a piac nagyobb annak tekintetében, hogy eleve többen vannak, hogy egy angol nyelvű film a világban is jobban forgalmazható, de ráadásul Amerikában, ha csak a fekete kisebbségre gondolunk, akkor már az egy óriási felvevő piaca az olyan típusú filmeknek, ami az ő problémáikra fókuszál. Magyarországon de nyilván... De megnézi a fehér közönség is most már, tehát... Egy részét, azért az látszik, hogyha az ember megnézi az amerikai kínálatot, hogy vannak kifejezetten feketéknek készült filmek is, amiket lehet, hogy elvétve megnéznek fehérek, de nekik van azért egy saját szubkultúrájuk. Így van, erről is írtunk a saját filmes szubkultúráról, ami a 70-es években indul, és aztán ugye ez később szépen belenő a mondjuk úgy, hogy vegyes közönséget megfogó filmekbe. Tehát ez nyilván ugye egészen más a társadalmi, történelmi környezet, előtörténet, de tényleg úgy érezzük, hogy a szélsőségességről sokkal őszintébben lehetne beszélni akkor, hogyha erről nem csak politikai aktorok és civil szervezetek beszélnének, hanem, hogy mondjam, valahogy ki kéne ezeket a problémákat, bármennyire közhelyesen hangzik ez, elkoptatottan beszélni. Ugye a terrorizmus kérdését is vizsgálták ilyen filmes szempontból. Milyen jó példákat emelnek ki most bárhonnan a világból? Terrorista filmeknél ott az a helyzet, hogy vannak a B-kategóriás akciófilmek, ahol a terrorista a csúnya gonosz. Hiány, igen. A másik oldalon vannak, főleg az európai filmgyártásnak olyan alkotásai, amelyek mögé néznek ennek a jelenségnek, például a El Lobo, a Farkas című spanyol filmdráma, az mögé nézett az ETA kérdésének, ez egy árulóról szól, aki egy olyan emberről, aki megundorodik az ETA erőszakos módszereitől, és egyébként a spanyol biztonsági szervek felhasználják az ő idealizmusát, bejuttatják a szervezetnek egy ilyen különleges alakulatába, és tulajdonképpen ő jelent a szervezetről, ezt teljesen jóhiszeműen csinálja, és az a lényeg, hogy amikor lebukik ez a merényleteket elkövető alakulat, akkor azt mondja neki a spanyol rendőrfelügyelő, hogy hát mit képzelsz, hogy majd mi a te idealista elveidet tiszteletben tartjuk, hogyha nem lennének merényletek, akkor mit csináljak én? Nincs csak trafikot? Tehát, hogy igazából őt felhasználta a Franco rendszernek a terror elhárítása. Úgyhogy itt azzal találkozunk, hogy van a idealista terrorista, és vele szemben ugye a cinikus hatalom, amelynek kiderül, hogy tulajdonképpen szüksége van terrorizmusra, mert mindig szükség van ellenségre, akikkel a rendszer időről időre győzelmet tud aratni. Most ezt ugye nagyon dióhéjban elmesélve, tehát például így is meg lehet nézni az egész terrorkérdést. És nyilván el lehetne még mesélni sok filmnek a szinopszusát. Sajnos ez az egész terrorkérdés az ugye egyre aktuálisabb Európában, és azért a többséget legjobban az foglalkoztatja, hogy hogyan úszhatja meg, hogy valaha is egy ilyen akció közelébe kerüljön. Mi az, amit ilyen típusú érzékenyebb filmes feldolgozások segíthetnek, vagy javíthatnak ezen a problémán? Mindenképpen, ahogyan az előző példában is próbáltam érzékeltetni, hogy a kérdésnek a társadalom történeti, szociológiai, antropológiai vetülete az nem nagyon kerülhető meg. Tehát ha jobban megértjük a terroristákat, akkor nagyobb biztonságban leszünk. Hát a terroristáknak a motivációit, mert amíg ugye a motivációkat nem ismerjük, addig eléggé nehéz valamit tenni ez ellen. De nem nekünk, nyilvánosságnak, társadalomnak kell ezt feltétlenül ismernünk ahhoz, hogy tegyünk ellene, hanem a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, akiknek feltehetően ismerik. Hát egyrészt a nemzetbiztonsági szolgálatok is nyugodtan nézhették ezeket a filmeket, másik oldalon meg a társadalom is azért tud tenni, hiszen ezekben a filmekben pont azt mutatják meg, hogy az egyén, a kisember is azért tud
tenni, hogy valakit kivonjon ezeknek a terrorszervezeteknek a köréből. Tehát mondjuk arra gondol, hogy például a frusztrált fiatalt megmenteni még mielőtt radikalizálódik? Pontosan, például a Veszettek című film, ami ugyan szélsőjobbról szólt, nem teljesen terrorizmusról, az ennek a fordítottját mutatta be, hogy egy karizmatikus rendőrkapitány hogyan radikalizál frusztrált fiatalokat, most ennek a fordítottját is nyugodtan be lehet mutatni filmvászon, és be is mutatták. Igen. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást és a lehetőséget.